Először a legfiatalabbak és a nyugdíjasok álltak rajthoz a Michelin Race elnevezésű családi sportnapon. A szépkorúak egy kört sétáltak, a gyerekeknek pedig szintén egy, de akadályokkal nehezített kört kellett teljesíteniük a tó körül. Gurigatni kellett gumikat, meg át kellett bújni ilyen hálón. Most a nyugdíjas versenyt választottam. Hát itt voltam minden alkalommal igazán, de így nem futottam, nem neveztem be, de láttam az egész menetet, tetszett, jó volt minden. A következő futam a junioroké volt, ők két kört futottak az akadálypályán. A legutóbbin indultam. Hát a junioron indultam, úgy tudom, hogy kettő kört kell futni, és van egy pár akadály, azt nem tudom pontosan, hogy még, de voltam már múltkor is, a májusban volt, azt hiszem. Még nem voltam ezen a versenyen, hát én is a junioron fogok indulni, kettő kört kell futni, ugye, és nem tudom, próbálok minél jobb teljesítményt nyújtani. Először az Európai Sporthét keretében rendezte meg Kozár Michelinben a Téfitese rendhagyó futóversenyét, a Michelin Race-t. Idén azonban a Sportmajális keretében is várták a családokat a szervezők, majd szeptember végére is meghirdették a versenyt. Mindig sikerült támogatókat találnunk, és a művelési házzal együttműködve ezt a rendezvényt ingyenesé tudtuk eddig tenni, és az a tervünk, hogy a jövőben is ez így maradjon. A mostani rendezvényhez találtunk támogatót, a Nemzeti Együttműködési Alap támogatásával rendezzük a versenyt. A felnőttek két versenyszám közül választhattak. A 6 kilométeres gazella futam csak futásból, a kondi rész pedig TRX gyakorlatokkal nehezített kétkörös futásból, kocogásból állt. A juniorok versenyét Éles András nyerte, Szabó Krisztián Tamás pedig harmadik lett. Takács István megkapta a legaktívabb résztvevő címet.